ezelőtt 16 évvel alakult a klub vezetésemmel. Kezdetben nagyon sok helyen próbálkoztuk, mint edzés terem kialakítása. Sok időt és munkát fektettünk bele különböző helyiségekbe, nem jött össze, végül is az önkormányzat, a Szegvár önkormányzat tarolt föl minket, és átadta ezt a civil házat. Mi kértünk itt a lehetőséget, hogy bővítésre, mindenben támogatást kaptunk, így a tavalyi évben sikerült a talajzat cseréje. Ezt le tudtuk fedni egy ilyen korszerű sport szőnyeggel, igyekszünk mindent beszerezni, ami a fejlődéshez, a képességek fejlesztéséhez és hozzásegíthető gyerekeket. Ez a sportszőnyeg tatami néven ismert, ez egy biztonságos és nagyon korszerű edzőtermi eszköz. Előszeretettel használják főleg a küzdősportosok, tehát a judótól kezdve mindenki, hiszen megvédi a tanítványt az esésektől, ütések okozta sérülésektől. Nagyon szépen köszönjük annak a illetőnek, aki ezt nekünk rendelkezésre bocsájtotta. Nagyon sok eredményes versenyzőnk van, többek között Szabó Hédi 2015-ben, és az idén is megnyerte a romániai világbajnokságot, ami azt hiszem, hogy példaértékű, egyedülálló. Többek között Győri Dávid szintén itt van, ő mincenti tanítványom, hiszen nekem Mincenten is van egy klubom, ő is megnyerte a romániai világbajnokságot. Nagyon sok fegyelmet tanulunk, önvédelmet, tiszteletet, meg hát ez hobbi szinten is nagyon jó, rengeteg a mozgás. Miért választottad pont a karatét? Emlékszel még arra, hogy miért pont ide jöttél le edzeni? Hát csak ki szerettem volna próbálni, és egy játék volt, és azt én nyertem, és azért tetszett meg nagyon a karate. Én 5 éve kezdtem a karatét, ez elég érdekes. Úgy kavarodtam oda, hogy öcsém elkezdte a karatét, és hát megijedtem egy kicsit, tehát hogy láttam, hogy ő fejlődik, hogy a többiek hogy pifelik a pajzsot. Előtte nem igazán sportoltam, de ez a küzdősport irányzat ez mindig is vonzott, és így keveredtem oda egy mincenti edzésre. Megvan ennek a varázs, ennek a karaténak, a tradíciónak, megvan a tisztelet benne. És maga ez az egész, ez a szellemiség fogott meg engem a karatéban, mint sportban. Én Vásárhelyen a Gregus Mátéban érettségizek, a testnevelési főiskolára szeretnék tovább bejutni, és edzőként szeretnék tovább is tanulni, és szeretnék igen tovább sportolni, most már a jövő felnőtt kategória, ez egy nagyobb lépcsőfok, de igen, mindenféleképp szeretnék ebben még tovább eredményeket elérni. Kell az utánpótlás fele figyelnünk is, ugye ebbe a internetes korszakba nagyon elcsábítja a fiatalokat ez a fajta könnyű játék és szórakozás, és igyekszünk az óvodáskorban már megcsípni a gyerekeket, hogy rátanítsuk őket, rávezessük őket a sport szeretetére. Nem karatézni akarom tanítani a gyereket, mozgás szeretetre. Próbáltunk minél több versenyre elmenni, minél nagyobb létszámú győzelmet aratni, vagy dobogós helyezést, és egy picit elkanyarodtunk a búdótól, tehát attól a szellemiségtől, amit én annak idején, ami engem megfogott 1986-ban, tehát a tisztasság, a fegyelem, a tisztelet. Sajnos tapasztaljuk, hogy a gyermekek már nem azt hozzák edzésre, amit régen. Régen sokkal könnyebb volt nevelni őket, mert otthon megkapták a fegyelmet, a tiszteletet, nincs már idejük a gyerekekre, a szülőknek. Sajnos nekem ez a észrevételem a saját tapasztalatomban is. Az iskola megint csak nem tudja. Sajnos az iskola rendszer olyanná vált, hogy a gyerekeknek több joga van, mint kötelezettsége, és mikor ide becsöppennek, akkor abban szembesülök, hogy húha, ez nehéz dolog lesz. De a feladatunk az, hogy ezt mégis megpróbáljuk. Milyen korosztályt vártok? Mindenféleképpen a legkisebbektől, tehát a 4 éves kortól, amikor már igazából kialakulnak azok a mozgás érzékelések, amikor már úgy lehet tőlük kérni olyan feladatokat, amik az egyszerű mozgást
soha egy kicsit túl nyúlnak, és egészen hát korlátlan. Tehát van 58 éves karatésunk is, tehát igazából teljes. Én adok kezdve már teljesen korlátlan. Szeretném megköszönni a Szegvályi Önkormányzatnak, hogy ezt az egész épületet, ezt a szárnyát rendelkezésünkre bocsájtotta, és az idén nagy mértékben hozzájárult ennek a teremnek a felújításába, megszépítésébe. Továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériumának, akik az általam írt pályázatok alapján jelentős összeggel tudtak minket támogatni, amelyből ez a klub is és a Mindcenti klub is nagyon sok szép dolgot tudott megvalósítani. El tudtunk jutni különböző versenyekre, amit sajnos erőben nem tudtunk volna megoldani. Mesélj már el nekem, hogy miért jó karatézni, meg mire használod a karatét? Otthon nem szoktál verekedni, ugye? Otthon nem szoktam, csak hogy a kistesom mindig szokott velem játszani, és akkor szoktunk néha mutatsz neki ilyen mozdulatokat? És akkor ő meg leutánoz. És miért jó karatézni? Miért szeretsz ide járni? Hát kiskoromban volt olyan érzésem, anya megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e valamilyen sportra járni, és akkor én megmondtam, hogy karatézni szeretnék. Volt egy játék, a tűz-víz repülő, és abba én nyertem, és azóta megszerettem. Az osztálytársaid mit szólnak ahhoz, hogy te karatézol? Nem félnek tőled? Nem. Hát, valaki fél tőlem, valaki meg nem, de meg szoktak dicsérni. A karate edzők feltétlenül szigorú emberek? Én szerintem kell a szigorság, de mellette ott van az a fajta engedékenység, ami egyénenként le kell, hogy jöjjön. Tehát egy kisgyerekkel, egy felnőttel egészen máshogy kell bánni. Bízom benne, hogy ez bennem valahogy meg is van. Tehát akkor te is tudsz mosolyogni? Igen, természetesen tudok mosolyogni.